hogyan tudná kommentálni a V4-ek leszűkítésének ezt a vízióját? A lengyel baloldal egy valós törekvéséről beszélhetünk ön szerint? Inkább csak egy felvetésről van szó, ami időről időre mindig felmerült. A múltban is nem csak szűkítés, hanem bővítés témájában is, tehát korábban is volt arról szó, hogy ne V4 legyen, hanem esetleg legyen V5 vagy V6, akkor az mindig egy ilyen pozitív előjelű dolognak számított, hogy bővítsük a viseleti csoportot. Most az aktuális politikai helyzetben, külpolitikai helyzetben, meg ez a negatív előjelű szűkítés is csak egy ilyen felvetés szintjén érdemes ezzel foglalkozni szerintem, hiszen a viseleti együttműködésnek az alapjai, a történelmi múltja nem teszi lehetővé, hogy ez az együttműködés szűkebb formában működjön. Tehát, hogyha valamilyen nagyon-nagyon negatív forgatókönyv miatt úgy döntenének az államok, hogy hivatalosan is beszeretnék, vagy így formálisan is beszeretnék jelenteni az együttműködés végét, akkor ettől az lenne, hogy nem lenne többi viseleti együttműködés, és nem az, hogy V3 lenne. Ami meg a cseh vagy szlovák és lengyel tengely erősítést illeti, azért itt is érdemes figyelni, mert nem olyan régen még Csehország és Lengyelország nagyon komoly vitában volt egymással, például a turufi szénbányák felhasználása, vagy annak hatása kapcsán, és akkor attól volt hangos a lengyel sajtó, hogy a csehek mennyire hátba támadták Lengyelországot az európai fórumokon, illetve hogy külön megegyeztek gyorsan Németországgal, míg Lengyelországgal hosszú hónapokon keresztül zajlott a vita. Tehát, hogy azért én óvatosan tekintenék az ilyenfajta nyilatkozatokra, és elfogadnám azt a tényt, hogy a viseleti együttműködés most a jelen helyzetben kicsit kénytelen hátrébb lépni, nem ez a legfontosabb Közép-Európa számos országa számára, de ettől függetlenül törekedni kell arra, hogy működjenek a meglévő partneri viszonyok, és hogy idő után visszatérjen minden a megszokott kerékvágásba. Igen, hát a fő kérdés most az energia megléte vagy nem léte, ugye komoly szén problémákkal szembesül most Lengyelország, erről mindjárt beszélgetünk, de még egy másik idézetet is hadd csatoljak ide, mert valóban hát a visegrádi együttműködés, hogyha nem is az elsődleges téma most a varsói Sejm folyosóin, de azért nyilván foglalkozni kell vele a jövőben. Jöjjön egy másik idézet. Közép-Európa országai, benne például a magyar-lengyel kapcsolatok is nagyon komoly szakító próbának vannak kitéve. A térség tagjai csak akkor tudnak erősek maradni, ha együttműködnek és közösen képviselik érdekeiket. Ezt mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke tegnap a 31. bálványosi Szabad Egyetem és Diáktábor egyik beszélgetésén Tusnádfürdőn. Most ez a közös érdekképviselet itt Közép-Kelet-Európában azért a történelem során nagyon aratott osztatlan sikert nyugati körökben. Mennyire gerjesztett ön szerint mindaz, ami a magyar és a lengyel politikai vezetés között zajlik az ukrajnai háború kitörése óta? Az biztos, hogy vannak politikai oldalak, vagy érdekcsoportok, melyek számára ez kapóra jön, hogy ez a téma most megosztotta a korábban elég szilárdnak tartott magyar-lengyel partneri viszonyt. Ami a gerjesztést illeti, ez egy egyszerű publicisztikától kezdve, akár stratégiai döntésen át bármi lehet, tehát hogy az biztos, hogy amennyiben az Európai Unió jövőjét máshogyan elképzelő erősebb tagállamok látják a lehetőséget arra, hogy megakadályozzák egy erősebb közép-európai tömb kialakulását, amely a későbbiekben sokszor együtt mozogna szavazáskor vagy érdekképviselet esetében. Úgy nem fognak lépéseket tenni, hogy ez a közép-európai együttműködés újból szilárd legyen, hiszen nekik ez azért egy könnyebbség, hogy bilaterálisan tudják rendezni a kérdésköröket, ahelyett, hogy mondjuk egy 3-4, akár a baltiakkal kiegészülve 5-6 tagállamos érdekcsoport állna velük szemben. Na jó, hát a baltiak teljesen eltávolodtak ettől a tengertől, legalábbis rövid távon, amennyire így laikusként én látom. Mateusz Morawiecki miniszterelnök a napokban utasított két állami vállalatot, hogy vásároljanak 4,5 millió tonna szenet a háztartások ellátásához. Csak hogy rákanyarodjunk az energia kérdésre, ami most abszolút fókuszban van.
ez a 4,5 millió tonna szén nagyjából a fele annak, amit Lengyelország évente szokott behozni békeidőkben Oroszországból. Most viszont Kolumbiából, Ausztráliából és Dél-Afrikából igyekeznek beszerezni ezt a szükséges mennyiséget. Az energiaválság, az infláció és ennek hatására a folyamatosan emelkedő kamatlábak egy igen kemény politikai kérdéssé váltak már Lengyelországban. Ráadásul jövőre lesznek a parlamenti választások is. Hogyha az összképet tekintjük, akkor hogyan áll most ön szerint a varsói kabinet szénája? Tehát mennyire ura a helyzetnek? Érdekes kérdés, mert ugye amint majd a háztartások egyre inkább a saját zsebükön fogják megérezni a háború gazdasági vetületeit, energetikai vetületeit is, úgy egyre inkább fogják éreztetni a szavazófülkében potenciálisan az elégedlenségüket. Mindez azonban szerintem pont Lengyelország esetében fog legutoljára bekövetkezni abban a szempontból, hogy a lengyel társadalmat és politikát átható félelem Oroszországgal szemben mindent felülír, vagy legalábbis nagyon-nagyon sokáig felülír a legtöbb dolgot. Tehát nem érzem úgy, hogy egy csak azért, mert a Oroszországgal szembeni leghangosabb és legerősebb felépés szolgálmazó államról van szó, úgy a szavazók elfordulnak a jövős igazságosságtól. Az más kérdés mondjuk, hogyha lejelentkezne egy potenciális alternatív jelölt, aki szintén ugyanilyen harciasan képviseli ezt az álláspontot, és mellette mondjuk azzal kampányolna, hogy több pénzt hagy a háztartásoknál, akkor lenne esély megszólítani a mostani kormány, de alapvetően nem látom rá is esélyt annak, hogy vagy előrehozott választások esetén, vagy pedig a jövőre esedékes parlamenti választások során a kormánypárt ne szerezne többséget. Az egy érdekes kérdés, hogy koalíciós tárgyalások esetén, és minden bizonnyal szükség lesz rájuk, úgy milyen partnerekkel tudna létrejönni az új lengyel jobb-közép kormány. Még egy kérdést ezzel kapcsolatban. Az, hogy Brüsszel az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban most egy megengedőbb, egy lazító álláspontra helyezkedik, az mennyire élvezi például a lengyel kormány támogatását? Hát hivatalosan vagy nem hivatalosan, ez mindig ez a kérdés. Hivatalosan teljes mértékben el van utasítva, nem hivatalosan persze Lengyelország is kevésbé hangosan kampányol az újabb szankciós csomag mellett, bár alapvetően nem kérdés Lengyelország számára, hogy ők továbbra is felkívánnák tartani a energiahordozók embargóját Oroszországból. Ugye itt szó volt a szénről korábban, áprilisban döntött úgy a lengyel kormány, hogy leállítja az Oroszországból érkező szénimportokat, ami azért volt egy fontos döntés a lengyel energia mix szempontjából, mert pont a háztartásokban felhasznált jobb minőségű kőszenet importálták Oroszországból. Lengyel háztartásoknak az egy elég jelentős része mai napig elsősorban szénfelhasználásával fűt, és a lengyel helyi forrásokból beszerzett rosszabb minőségű szén mindez ideig tehát az erőműveket táplálta. Úgyhogy most a kérdés az, hogy és ez irányba történt már előrelépés, hogy vagy a rosszabb minőségű szén háztartási felhasználását is engedélyezi a kormány, ami ahhoz vezetett, hogy azért az elég komoly problémákkal szembenéző lengyel levegőszennyezés tovább romolhat, főleg télen, amikor ugye együttes a hatások miatt sokszor meghaladja a normál értéket, az elfogadott értéket a nagyobb lengyel városokban a levegőszennyezettség aránya, vagy pedig próbál alternatív források után nézni, és ahogy ön is mondta, ezek akár más kontinensekről is számazhatnak, ami persze többet költséget jelent a költségvetés számára, az állam kénytelen plusz pénzügyi támogatásokkal támogatni háztartásokat, hiszen a piacon már nagyon nehéz, tehát a szegényebb családok számára nagyon nehéz már azt garantálni, hogy a piaci áron meg tudják venni esetleg majd ősszel-télen a fűtéshez szükséges szenet, és akkor erre lett most elfogadva minap ez az új lengyel kormány határozat, melynek keretében egyszeri 3000 zlotyis támogatást nyújt a kormány, körülbelül olyan
mondjuk 240-250 ezer forint azon háztartások számára, amelyek tudják igazolni a következő hónapokban, hogy többségében szénfelhasználással tüzelnek. Szintén kérdés mondjuk, hogy egy ilyen egyszeri állami dotáció képes-e az egész télen át, egy komolyabb, hidegebb tél esetén például megoldja ezt a problémát.